lebegtetett a dzsungel szegélyén. A kis karaván némán haladt a délutáni forróságban. Este elérték a folyó kanyarulatát, és néhány majom kenyérfa között egy tisztáson letáboroztak. Rabin atya felhajtott két pohárral, jó éjszakát kívánt, és a sátrába ment. Ketten ültek már csak a parázsló tűznél. Messzi bokrok mögül néha felfoszforeszkált egy ijesztő szempár, és megzördült néhány ág. Néha egy kakadu rikoltott a távolban, és valahol egy leopárd hördült bele az éjszakába. Azt hiszem, most már tudsz mindent. Igen. A bosszúért cserébe rangot, katonai becsületet, mindent eldobtam. Eldobtam. Mikor olvastam, hogy Bobot megölték, jelentkeztem Richmond ezredesnél. 15 évi szolgálat után 6 hónap szabadságára a gyarmati hadseregben. Kértem, hogy engedjen el azonnal. Richmond ezredes atyai jó akarom volt, mégis megtagadta a szabadságot. Talán azért, mert sejtette, hogy hová készülök. Még aznap elszöktem. Hogy mi mentem keresztül, azt körülbelül már tudod. És biztos vagy benne, hogy az apámnak része volt az öcsét halálában? Az ő emberei tették. Az öcsém hátrahagyott írásaiból kiderült, hogy mennyi vesztegetés, miféle bűnös üzelmek fűződnek Helé vállalkozásaihoz. Nagyon sajnálom, hogy most itt ülsz velem, és vállalod a felelősséget valamiért, amiben ártatlan vagy. Azt akartam, hogy fordulj vissza. Kértelek. Lehet, hogy az apám üzletei sokszor kívánnak meg helytelen vagy nem becsületes fogásokat, de az öcsét halálában nem lehetett része. Ha az ő emberei tették, akkor nem tudott róla. Az én apám nem gyilkos. Most minden esetre pihenj le. Még nagy út áll előttünk. Nem sokára minden elcsendesedett, csak az őserdő tipikus artikulátlan hangjai törték meg néha a csendet. És az a halk zörgés, amelyel a benszülött olykor néhány száraz ágat dobott a tűzre. A folt, amely pontos térképeken fehér színnel van feltüntetve, gyanútlanul tűrte a próbafúrást és próbaültetést. Néhány fehér ember lézengett itt is, ott is. Méregettek, számoltak, kavicsokat és földdarabokat küldtek el lepecsételt csomagokban. Honnan is sejthette volna ez a föld, hogy mindig így kezdődött? A fehérek néhány egymáshoz közel álló cölöp építményben laktak. De a tisztáson már egy hatalmas cementlap és néhány vályog tégla jelezte a készülő modernebb lakóházat. Távolabb a domboldalban állt a munkás kampong, rafia és szalmakunyhók sorozata. Arany és olajkutatáson kívül rizs, dohány és gumiültetéssel is próbálkoztak. Lungaország éghajlata a legrosszabb nyugat-afrikai klíma. Nedves és forró, a sűrűn zuhogó, valóságos víztömegekben aláomló trópusi zápor két napig is eltart, és a tőzeges, rothadó talaj szinte spongyává ázik. Ha kisüt a nap, 50 vagy 60 fokos hőlepel borul a vidékre, és ködgomolyag borít mindent. Itt az emberek óvatosabban járnak, lassabban fogják fel a szavak értelmét, távolibbnak tűnik az égbolt, amely sohasem tiszta kék. Este felé általában megindul az eső, és reggeltől alkonyatig a föld visszafüstölgi a beszívott csapadékot. A második körzetben próbafúrásokkal és talajvizsgálattal foglalkoztak. Morton megérkezése némi segítséget jelentett. Ez a fáradhatatlan, erős, nagyhangú ember mindenhol ott tudott lenni, amikor szükség volt rá. Általában csak a civilek szenvedtek sokat. Orvos, vegyész, mechanikus, bérnök, szakmunkás. A munkafelügyelők, régi trópusi emberek bírták a klímát. Összesen hárman voltak Mortonon kívül. Maiev, akit Indiában a szumátrai hóhér néven tiszteltek, Rauzan, egy kegyetlen, valószínűtlenül sovány halálfejű ember, aki állítólag a Kongóvasút építéséhez megvasalva szállította angol területekről a kaffereket, és Tauler, a fekete kapitány, régi híres munkástoborzó. Ősi vadságokban élő emberevő törzseket keresett föl, ahol némi pálinkával, ajándékkal alattvalókat vásárolt a törzsfőnöktől. És ezeket a vadakat elszállította rendeltetési helyükre, ahol megtanította őket engedelmeskedni. Sok szenvedés és vér tapadt a kezéhez.
De ez nem látszott apró, alacsony, elhízott, mosolygós külsején. Egész nap tréfált, fütyörészett, de azért jaj volt, ha néha odacsapott az öklével valahová. Mortonnal együtt 100 emberrel is felért a 4 rabszolgahajcsár. A hegyek között lakó Sakály törzs főnöke bocsátotta rendelkezésükre a munkásokat. A törzsfőnök minden harmadik újholtkor megkapta Helétől a szerződésben kikötött szöveteket, láncsákat, rézrudakat, készpénzt és egyéb értékes ajándékokat. Ilyenkor újabb esküvel meghosszabbította a szerződést. Sem őt, sem harcosait a fehérek nem látták. Küldönc útján érintkeztek, és a kialkudott bér ellenében a király mindig rendelkezésükre bocsátott megfelelő számú benszülött munkaerőt. A szerződésben kikötött ajándék komoly bérösszeget képviselt, mert nem csak élelmiszereket és sejmeket, hanem 5000 dollár értékű aranyat is tartalmazott. Pállott, trópusi este volt. Ez a hangulat fogadta marssal érkező kis karavánját. Halló! Na nézd csak! Új emberek! Éppen jókor! Ki alkalmazta magukat? Mr. Morton még Marokkóban, ha emlékszik rám. Fred Marshall vagyok, és ez Lilian, a feleségem. Bravo! Maga jól megváltozott előnyére. És gratulálok a házasságához. A megismerkedés körülményeiből nem következtettem volna erre. Közben leértek a dombról. Maguk az új csölöpházban laknak majd, ahol a laboratórium van. Maga Dietrich helyett a próbaültetést fogja ellenőrizni. Első kör útján Rollins majd kalauzolja. Floss, maga küldje át hozzájuk az elhunyt Dietrich 2 szolgáját is. Sok örömük nem lesz a kiszolgálásban. Lilian napjai a cölöpházban lidérc nyomásszerűek voltak. A háztető szalmája között visító patkányok dobogása vadfélelemmel töltötte el. Benszülött szolgái nem értettek hozzá, hogyan kell segítenie az európaiaknak. 2 szoba állt rendelkezésükre, és így nyugodtan lakhattak együtt, anélkül, hogy bárki is sejtette volna környezetükben házasságuk titkát. Kapcsolatuk mit sem változott a házasságkötés óta. Fred, mintha tudomást sem vett volna arról, hogy Lilian nő. Este udvariasan elköszöntek egymástól, és visszavonultak a szobájukba. Reggel Lilian első tekintete a mennyezet felé irányult. Egy csészeaj nagyságú pók ereszkedett le szép lassan, éppen az ágya felett. Elájult. Délután már lázas volt. A nedves, mosogató lészagú hőségben szinte asztmásan kapkodott levegőért. Az orvos megvizsgálta és vonogatta a vállát. Aggasztónak tartja az állapotát? Egyáltalán nem. Ez a lázroham elmúlik néhány kinintől. Csak azért tudja, asszony, itt... Marshall nem szólt semmit. Nem magyarázhatta meg az előzményeket. Lilian azonban erősebbnek bizonyult az átlag nőnél. 3 nap alatt talpon volt. Kissé lefogyott, és az arca, mint általában a fehéreké, akik Lungaországban tartózkodtak, enyhe sárgás szint vett fel. Marshall épp úgy végezte dolgát, mint Helé többi alkalmazottja. Egyszer ebéd közben megkérdezte tőle Lilian. Még mindig azt tartott, hogy az apám valami rendkívüli gazságot tervezik? Az eddigi gyanúm csak megerősödött. És mivel tudod ezt indokolni? Azt hiszem, nem sokára felesleges lesz külön érveket felhoznom. Te is tudni fogsz mindent. De kérlek, ne beszéljünk erről. Lilian úgy érezte, hogy ha a házasságuk csak formai is, azért Marshall olykor lehetne kedvesebb hozzá. A férfi barátságos volt és udvarias, de Liliannak néha jól esett volna valamivel több. Azután bekövetkezett a nap, amelyen Lilian megértette, hogy Marshall nem igaztalanul vádolta apját. Fehér színekkel bemázolt, lándzsás harcos jelent meg a tornác legalsó lépcsőjénél. Uram,
A király üzent, elmúlt a harmadik újhold, és nem kapott ajándékot, pedig ezt megírták és megpecsételték, hogy így kell lenni. És ti akkor élhetnétek békében. Mondd meg a királynak, hogy a karaván talán vesztegel egy vízmosásnál, de meg fog érkezni. Egyik hegycsúcsról sem láttunk közeledő teherhordókat. Nem sokára meg fog érkezni, ahogy írva vagyok. Az ajándékot különben sem mi küldjük, hanem a gazdánk, aki nem lakik itt. Harcos eltűnt a bokrok között. A fehérek hosszan hallgattak. Hirtelen a veszély érzete nehezedett rájuk. Mintha villamos feszültséggel telt volna meg a különben is szokatlanul forró este. Tegyük fel, Esszárbej emberei átcsaptak erre a vidékre, lemészárolták a karavánt és elrabolták az értékes ajándékot. Hogy érti ezt? Esszárbej hordája a Kongó vidékén van. Mi történik, ha a sakai főnök hiába vár az ajándékra? Mi lesz akkor velünk? Valamennyien fülybe harapunk. Van elég fegyverünk. Maguk sok mindenhez értenek, uraim, de katonatiszt egyik sem volt. Ez a terep igen sok lőfegyverrel sem tartható. Könnyen megvédelmezhető lenne, ha mondjuk mögötte lenne a domb, amit önök a bánat sziklájának neveznek. Hasonló jó támaszpont lenne a folyó, de 200 yardnyira van tőlünk. Akárki csinálta ennek a telepnek az alaprajzát, vagy nem értett a harcászathoz, vagy nagyon jól értett hozzá, és úgy állította össze a lakóhelyeket, hogy veszély esetén ne tudjanak ellenállni. Ámultan néztek. Lilian ebben a pillanatban megértett mindent. Összeszorult a szíve nagy-nagy fájdalommal és keserűséggel az édesapja miatt, akinek hosszú, erős keze idáig ért hatalmával a távoli Marokkóból. A pokolba is magának igaza van, Marshall. De ha egyszer katona volt és ilyen csodálatosan ért hozzá, akkor mondja meg, hogy mi a fenét lehet itt csinálni. Most, gondolta Lilian, most meg fogja mondani, hogy az ő apja ezt így tervezte. Előveszi az elhunyt Bob írásait. Most már nem is az fájt, amit az apjáról sejtett, hanem a gyűlöletnek az a beláthatatlan távolsága, amely Marshallt elválasztja tőle. Mondja csak, Marshall, csak ugyanazt hiszi, hogy a telepet ilyen ostoba módon hátrányunkra tervezték. Ahány helyen dolgoztunk, vagy valami hegy volt mögöttünk, vagy folyó, vagy építettek legalább egy másfél méteres falat a fehérek lakóhelye köré. De mi ez? Tévedés? Ostobaság? Jó lenne, ha Gross és Wilson feljönnének velem a bánat sziklájához. Minden esetre nem árt, ha egy kis depót létesítünk a barlangban. Nagyon helyes. Úgy látszik, itt egy harcászati szakértőre is szükség van, és a szakmunkának ezt a részét Marshallra bízzuk. Sok minden furcsának tűnik előttem, amire eddig nem gondoltam. Jó éjszakát, fiúk! Gyere, Lilian! Lunga országban elmérgesedik a helyzet, és ugyanezt történik Stockholmban is. Lilian sokáig nem tudta lehunni a szemét. Miért nem szólt Marshall a többieknek? Miért nem vágta ki eléjük, hogy Helé áldozatul szánta őket a spekulációjához? Persze, nem itt akarja leleplezni Helét, hanem az egész világ előtt. Valamit azonban még mindig nem értett, hiszen a bajt Esszárbej rablói okozták. Az ő apjának pedig nem lehet semmi köze dél-afrikai rablókhoz. Az asszony elaludt. Arra riadt fel, hogy nagyon fél. Furcsa nagy csend nehezedett a szobára. Ilyetten lépett ki az ágyból. Semmit sem hallott. Az ablakhoz ment. Meg kellett kapaszkodnia, mert úgy érezte, hogy nyomban összeroskad. Egyik tenyerét a szájához erőszakolva folytotta el a sikolyát. A tisztás közepén egy oroszlán állt mozdulatlanul feltartott fejjel. Maga sem tudta, hogyan tántorgott át Marshall szobájába. Szólni nem bírt, csak rázta az alvó férfit, reszketve, hang nélkül tátogatva a száját. Marshall egy ugrással kintermett az ágyból, és ösztönszerűen az ablakhoz lépett. Átkarolta és magához szorította erősen Liliant, de ő sem bírt megszólalni. Azután egyetlen macskaszerűen gyors mozdulattal a hatalmas oroszlán eltűnt a sűrűben. Én borzasztóan félek, Fred. Nagyon félek minden éjjel. Elég régen vagyunk együtt ahhoz, hogy bízzál bennem. Azt hiszem, egy angol tisztben még akkor is meg lehet bízni, ha katona szökevény. Hogyha félsz, aludj itt bent nálam. Azt hiszem, épp olyan nyugodtan alhatsz itt, mint a másik szobában, vagy mint a hajón, vagy akár mint az apád házában. Miért nem világosítottad fel tegnap az embereket arra, hogy itt az apám tervezte? Halkas!
ha ezek meg tudják. Miért nem árultad el? Ne kérdezz. Gyenge voltam. Tudtam, hogy neked milyen szörnyű lenne. Pedig kötelességem volna felvilágosítani őket. Miről? Hát tehát az apám arról, hogy Eszárbej kirabolta a karavánt. Néhai öcsém írásai között szerepel egy másolat, amelyből kitűnik, hogy Helé és Eszárbej évek óta jó viszonyban vannak. Amennyiben a rabló havi fix összegért megígérte, hogy elkerüli mindazokat a területeket, ahol Helé érdekelve van. Valószínűleg nem kapta meg a pénzét, erre bosszúból lecsapott Helé karaványára. A sakai főnök viszont le fog csapni ránk, és akkor Anglia jogosan csap le Lungaország fehér foltjára. Távolról borzalmas bődülés hallatszott. Talán e pillanatban egy ilyet kis gazella kettétört gerincsel vergődött az oroszlán robbant karmai alatt. Nordenskiöld Lazaredet, 1932, harmadik hó, Stockholm. Sir, kezdjük tehát a dolgokat nyomban a legelején. Párizsra nézve nincs sok beszélni, valóm kívánsága szerint Poker irodájánál továbbra is fenntartottam a megbízatást. Poker embere jelentette, hogy Miss Cummings valamennyi holmiát, összesen 17 koffert, 4 kézitáskát, valamint egy kalapdobozt kézipoggyásznak adott fel a Londoni Expressre. Megkönnyebbült szívvel közöltem Pokerral, hogy én is utazom, és esetleges értesítését a londoni Savoy Hotelba várom. Nyugodtan felültem az Expressre. Londonba érve a szobám kulcsával egyszer s mint kábelt nyújtott felém a portás a következő szöveggel. Dora Cummings Svédországba utazott. Stop. Poker. Svédországba? Szent Isten! Hová menjek Svédországban? Sir! Leányáról csak azt tudtam, hogy Svédországban tartózkodik. Viszont Svédország területe 448.973 négyzetkilométer. Ebből a nagyobb tavakra 9.078 négyzetkilométer esik. Ilyen területen kellett megkeresni a leányát. 5 perc múlva már robogtam Stockholm felé. Stockholmban megfürödtem és megreggeliztem. Utána, mint egy vad, bolyongtam a városban dúltan és félőrülten. Lehet, hogy leánya e percben talán az uppsalai anyakönyv vezető előtt áll? Vagy az északi vízeséseknél van nászúton? Este felhagytam minden reménnyel. Vesztettem. Sir, mit csinál az ember, aki felhagy minden reménnyel? Megmondta Dante, elmegy a pokolba. A pokol kedves kis kabaré volt a Smörzasteg utcában. Az első ember, akit egy diszkrét páholyban megpillantottam az erkélyen, Dora Cummings volt, illetve kedves leánya Lilian. El sem képzeli, mennyire örülök a szerencsének. Én is nagyon örülök, Mr. Bronson. Aldo Gordon, tartson velünk, Mr. Bronson. Épp idejében érkezett. Holnap esküszünk Dorával. Te jó Isten, most veszítsek csatát. Mit? Ön ezt a lovagias nemzetet szidja? Ön pimasz módon az uralkodó nevét keveri káromkodásaiba? Egy pillanatig nézett, mint a borjú. Megőrült. Mit mond? A svéd uralkodó nemes és lovagias. A svéd nemzet is az. És nem érdemlik meg, hogy ön átkozott eszkimóknak és heringfalóknak nevezze őket. Most már Gordon sem vette tréfára a dolgot. Megragadta a torkomat. Ön szemtelen hazug. Az arcomba sújtott. Éreztem, hogy nyomban elveszítem az eszméletemet. Tehát amennyire telt a tüdőmtől, süvöltöttem végső erőmet összeszedve. Ön az uralkodót és az országot szitta mocskos módon. Éljen Svédország! Éljen a király! A csoportosulás közepéből kinyúlt egy kampós bot és fejbe ütötte Gordont. Valaki letépte a kabátját, és mire a rendőr jött, hozzávetőleges számítás szerint 4-500 pofont kapott a derék hazafiaktól. Most a rendőrségem van, nemzetgyalázásért vették őrizetbe. Még sokáig nem fog kiszabadulni onnan. Régóta körözött hamis kártyás.
és házasság szédelgő. Egyedül Southamptonban, ahol mindössze 2 millió ember él, 3 felesége van. Most képzelje Londont 8 millió lélek számával. Ennyit a fjordokról. Legalázatosabb szolgája Samuel Bronson. Írta Rejtő Jenő. A 8. részt hallották. Narrátor Molnár Piroska. Közreműködött Radmai Csilla, Tóth Eszter, Domokos László, Domokos Zsolt, Epres Attila, Hajmási Dávid, Hevesi László, Hunyadkürti István, Molnár Gusztáv, Pap János, Vida Péter, Zajzon Zsolt. Hangmester és zenei szerkesztő Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Vajda István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Tália Színház Nonprofit Kft. 2019-ben. A következő részt holnap hallgathatják meg. Rádió Színház. Rejtő Jenő, a fehér folt, 9. rész. Néhány napig nem történt semmi. Csak a levegőben volt valami. A levegőben maradt meg a feszültsége annak az estének, amelyen a fehér csíkokkal bemázolt harcos szomorúan, szerényen így szólt. Uram, ez nektek nem lesz jó. Marsall két társával nagy titokban fenn dolgozott a bánat szikláján tátongó barlangban. A barlanghoz egy keskeny ösvény vezetett fel. Ezen a részen addig robbantottak dinamitpatronnal, amíg homorú, szóval megmászhatatlan lett az oldal. Szerintem ostobaság ez a sok előkészület. Nem mernek minket megtámadni. És ha kirabolták Heli embereit, majd újra elküldi az ajándékot. Az semmi esetre sem árt, ha addig, amíg a viszonyok itt nem biztonságosak, berendezünk egy depót a hegyen. Wilson leadta a rádión a határállomásnak, hogy a karaván nem érkezett meg, értesítsék Helét. A parancsnokság azt felelte, hogy 2 hét előtt útnak indult 40 ember megrakodva. Morton magához kérette a szolgáját, Bisut. Menj a hegyek közé, mondd a nagykirálynak a következő üzenetet. Béke legyen a birodalmán, és 1000 ördög tegye legyőzhetetlenné a Lándzsa hegyét. Üzenetet küldtünk a nagy fehér lordnak, és ha az ajándékokat szolgáitól elrabolták, újat fog helyette küldeni. A benszülött szó nélkül ment. Nyomott hangulatban ültek este a tornácon. Utána néznek legalább az angolok a karavánnak. És gondoskodnak arról, hogy Esszerbej garázdálkodása megszűnjön ezen a vidéken? Az angol hatóságok mindenkit figyelmeztetnek, hogy saját felelősségére lépi át Gambánál a határ. De ha lemészárolnak minket, akkor majd bevonulnak. Maguk nagyon is sötét színben látják a helyzetet. Ezek a benszülöttek is Isten teremtményei. Lehet velük okosan és szépen beszélni. A szeretet fegyvere a legerősebb. Megjelent Rollins 17 éves fia. A munkások elmentek. Kezdődik. Nem lenne észszerűbb Gambába menni? Hogy akarsz oda menni? És különben is szerződésünk Helével úgy szól, hogyha veszély esetén magára hagyjuk a telepet, a megállapodásunk érvénytelen. Márpedig én nem azért döglődöm itt, hogy a pénzem Helénél maradjon. Inkább itt halok meg! Külsőleg a kapcsolatuk Lilian legutóbbi rémülete miatt odáig fejlődött, hogy egy szobában aludtak, de ennek dacára házasságuk épp olyan formai,
épp olyan távoli, udvarias és idegen maradt, mint amilyen eddig volt. Sőt, talán még kevesebbet beszéltek, még jobban kerülték egymás tekintetét. Ezen az estén azonban Lilian nem tudta többé szó nélkül megállni az eseményeket. Miért nem mondod meg ezeknek az embereknek, hogy meneküljenek? Meg kell tudniuk, hogy az ő legyilkolásuk okot ad majd az angol katonaságnak arra, hogy bevonuljon ide. Ezt csak úgy tehetném meg, ha kiadnám nekik Helét. Ha mindent megmondanék nekik a te apádról... Mondd meg! Vagy azért lettél katonaszökevény, és azért jöttél ide, hogy az apámat kíméld? Minden olyan zavaros. Nem tudom. Akkor én fogom megmondani. Te azt fogod tenni, amit én mondok. Érted? Ez a kötelességed. Végre is. Helé nem csapott be senkit. Aki ide jött, az jól tudta, hogy az életével játszik. Mi ez? Ő védi Helét? Helé megtudja, hogy lánya egyszerre két világrészben volt. Gamba felől megkapták a rádió üzenetet, amely szerint Helé lehetségesnek tartja, hogy a sakály főnök rabolta ki a karavánt, és kétszer akarja a bérösszeget. Legyenek nyugodtak, a legrövidebb időn belül mindent rendez. Tartsanak fenn állandó összeköttetést a határőrséggel. Ide hallgass, kapitány! Ez az egész ügy nagyon emlékeztet engem az egyik Timor-sziget megszállására. Néhány fehéret oda küldtek, és addig tárgyaltak, amíg valamennyit lemészárolták. Azután alibiuk volt arra, hogy bevonuljanak haditengerészeikkel a szigetre. Itt a mi bőrünkre akarnak gyarmatosítani. Anglia nem hódít, de lemészárolt alattvalóiért megtorlással él. És erre a többi hatalom nem szólhat semmit. Mi aláírtunk egy szerződést, amit velünk szemben betartanak. Hogy Helé közben mit gondol, az a magánügye. Azt hiszem, elegen vagyunk itt férfiak ahhoz, hogy megvédjük magunkat, ha kell. A lépcső alján egy alázatos ány jelent meg. Bisu volt. Tegnap emberáldozatot mutattak be, és két napja táncolnak. A dobok mindenütt szólnak. Összegyűlnek a sakályok, hogy a király háborúba vezesse őket a fehérek ellen. Nem üzent semmit. Ha kétszer két nap múlva nem kapja meg az ajándékot, legyen háború között te is közöttetek. Barátaim, valakinek beszélni kell a főnökkel, mielőtt ostobaságot követne el. Még ma útnak indulok. Meg őrült, fel akar menni a hegyek közé? Ha az úr akarja, hogy európai ember vérétől jöjjön el a béke, akkor legyek én az áldozat. Azt a néhány másodpercnyi döbbent csendet arra használta fel, hogy gyorsan elsompolyogjon, mielőtt ellentmondások áradatával kellene megküzdenie. Carvert az ágyból ugratta ki segédtisztje. A sakai király ultimátumot küldött. Az államtitkár utasítása rövid és tömör volt. Követ útján figyelmeztesse a királyt, hogy angol alatt való erőszakos halála megtorló intézkedéseket fog maga után vonni. Rabin hittérítő iránt tapintatos, de figyelmeztető formában érdeklődjék. Lehetőleg minden beavatkozás elkerülendő. Carver ezredes közölte az újságírókkal, hogy a határ mentén teljes a nyugalom. Nem mondhat semmit, amíg a királyhoz küldött benszülött követ nem tér vissza. A követ pedig nem tért vissza. Ebben elsősorban az a körülmény akadályozta meg, hogy a sakály főnök palotája előtt egy hosszú nyársra tűzték a fejét. Melléje volt letűzve a szerencsétlen Rabin atyájé, és a két nyárs között füstölőszereket égettek, ami a levágott koponyát konzerválja. Most már lázasan készülöttek a harcra. A kunyhóból jóformán mindent felhordtak a barlangba. Bisut elküldték kémkedni. Éjszaka felváltva őrködtek, és két fényszóróval figyelték állandóan a hegyről levezető ösvényt. Este megérkezett Bisu. Uram, mindenki táncol. A varázslók egész nap azt üvöltik, hogy Lungaország a sakályoké. Pusztuljanak a fehérek. A teli holdat várják, és elindulnak. Ez holnap lesz, uram. Marshall félrevonta Liliant. Téged ez a benszülött most elvezet Gambáig. Rábízhatod magad. Hűséges ember, és jól ismeri az utat. Itt semmi dolgod. Ott talán többen segíthetsz nekünk. Az apádnak nagy befolyása van, és ajándékokkal talán leszerelheti még a sakai főnököt. Azt akarod, hogy elmenjek? Igen. A nő és Bisu eltűntek az út kanyarulatánál. Legfőbb ideje, hogy visszavonuljunk a bána ciklájára. Csak akkor megyünk el innen, ha támadnak. Ragaszkodom a szerződéshez. Alkonyodott. Lilian lépett közéjük,
és megállt a tornác feljárójánál. Lilian! Komolyan azt hitted, hogy elmegyek? Magam helyett csak levelet küldtem Gambába. Rosszul ismersz, Fred. Talán egy órát sem aludtak, mikor az őrködő Wilson felkeltette valamennyiüket. Távolról tompán, de kivehetően az éjszakában harci dobok ütemes döngése szüremlett hozzájuk. Teli hold volt. Jött a király. Leadták az utolsó segélykérőjelet. Londonból válasz érkezett. Királyhoz követett küldjön ultimátummal. 5-én éjjel 12 óráig Rabin hittérítőt adják át a határőrségnek, ellenkező esetben egy menetoszloppal lépje át a határt. 5-én éjjel 12 óráig minden beavatkozás kerülendő. 5-én éjjel, még 3 nap. Addig leölnek mindenkit. Megérkezett Bishu, mindent elmondott Carvernek, és egy levelet adott át. Értesítsék atyámat, Sir Helét, hogy férjemmel, Fred Marshallal a Lungaországbeli nyersanyag kutató telepen vagyok. Végső veszélyben. Lilian Helley. Hadnagyúr, egy benszülött jelentette, hogy szegény Rabin atyát megölték. Feleslegesnek tekinthető az ultimátum megtartása. Fúvason riadót! A helyőrség készenlétbe várja be a további utasításokat. A hadnagy rohant. Carver táviratozott. Mr. Rabin hittérítőt megölték. Embereimet készenlétbe helyeztem. Parancsot várom. Az államtitkár válasza nyomban megérkezett. Felesleges riadókat kerülje. Ultimátumhoz feltétlenül tartsa magát. London, Dr. Winder szanatórium, 1932. Sir, a kialkudott honorárium felét, $5000, megkaptam. Baj van. Az önlánya nem szökött meg. Illetve megszökött, de nem az önlánya volt. Azaz, hogy nem arra felé. Mert én azt hittem, hogy Dora Cummings azonos az ön leányával, és így mentem Lilian után. De most kiderült, hogy ez mind nem így van. Érti, Sir? Itt ülök a szanatórium ablakánál, és előttem London beláthatatlan kőrengetege. Beszéltem önnek Erbrő atyáról, aki hámló bőrét kvarcoltatta? Neki nagy szerepe van az ügyben, derék ember, mert pap. Sir, itt nagy baj van. Különösen az $5000 miatt, mert ezt most vissza kell küldenem. Sokáig tusakodtam magamban, de vissza kell küldenem. Csak arra kérem, hogy leányának, illetve feleségemnek, Dora Cummingsnak, aki nem az ön leánya, soha se árulja el a valót. Sir, Dora megjelent nálam a szanatóriumban. Március 1-je volt. És megint elmesélte a dolgot a végrendelettel, amely szerint, ha 12 óráig nem megy férjhez március 1-én, akkor elveszít egy komoly vagyont. Erre váratlanul megkérdeztem, hogy miképpen került Marokkóban egy tűzpiros Chryslerbe. Nevetve mondta, hogy bolondos barátnője, Lilian Helley, aki éppen szökni készült hazulról, ráerőszakolta az autóját. És ez a nő ott állt kétségbe esetten. 11:30 volt. És március 1. Sir, képzelje magát egy hölgy helyzetébe, akinek fél órán belül férjhez kell mennie. Már akkor is imponáltam neki kitartásommal, őszinte vallomásaimmal, bekötött fejemmel is, de fél óra alatt megesküdni, minden írás, minden előzmény nélkül, ez lehetetlen. 11:45 volt. Dora leroskadt egy karosszékbe és sírt. Ekkor váratlanul megszólalt Erbrő atya mellettem. Kijelentette, hogy mint misszionárius papnak jogában áll végszükség esetén súlyos beteget megesketni. Miután azonban ő nem orvos, az én betegségemet is súlyosnak tekintheti. Ott helyben összeadott minket, egyben figyelmeztetett, hogy ezzel még nem tettünk eleget a formaságoknak, és ha nem hallok meg, amit ő szívből kíván, menjünk anyakönyvvezetőhöz. Ennél maradtunk. Közben megérkezett az ön nagy lelkű előlege, Sir, és én éreztem, hogy az összeget vissza kell küldenem. Sokáig tusakodott bennem a jó és a rossz ember. Végül a jó győzött. Jó, ha az ember nem küld vissza ilyen összeget. Nagyon szeretjük egymást Dorával, és elhatároztuk, hogy nem a füstös Londonban fogunk lakni, hanem a kies környéken. Tartunk majd egy bejárónőt, és nem vezetünk háztartást.
Már polgárilag is megesküdve érkeztünk hőn szeretett hazánk imádott fővárosába. Dora frissen ugrott le a vonat lépcsőjéről, én megálltam az ajtóban, széttárt karral szívtam be hőn tisztelt hazám szénporszagát, és így kiáltottam. Soha többé nem fogok maga miatt kórházba kerülni. Ezzel leestem a lépcsőről, és kitörtem a lábam. Az $5000 dacára maradtam őszinte tisztelője, Samuel Bronson, nyugalmazott mesterdetektív. A benszülöttek elszórt rajvonalban közeledtek a kunyhók felé. Miután csend fogadta őket, a főnök felemelkedett, és magasra tartotta két karját. A harcosok is felemelkedtek, és iszonyú üvöltéssel megrohanták a kunyhókat. Fosztogatni valójuk alig akadt. A kis kolónia a bánat szikláján szomorúan nézte az éjszakában kunyhóról kunyhóra felcsapó lángok pokoli tűzijátékát. A benszülöttek hamar megtalálták nyomukat. Tömött sorokban rohantak a barlang felé. Közel eresztették őket. Azután két sor tűz dördült el. Most legalább kóstolót kaptok! Ezen a szűk helyen szörnyű pusztítást vitt véghez a tüzelés. Rémülten bugdácsolva, rendetlenül menekültek, és sok halottat hagytak hátra. Fred nélkül valamennyien pecsenyék lennénk már. Kivéve téged! Nem hiszem, hogy akad olyan elvetemedett kannibál, amelyik megenne. Most voltak igazán elemükben. Vicceltek és cigarettáztak. A barlangban valamennyien kényelmesen elfértek. Volt elegendő konzervük, lőszerük, fegyverük és két hatalmas tartály vízük. Ezzel sem kellett nagyon takarékoskodni, mert éppen elég eső esett ahhoz, hogy ne szenvedjenek szükséget. A benszülöttek közben tüzet gyújtottak len, és ugrándozva égtelen üvöltéssel gyászolták halottaikat. Valószínű, hogy két oldalról fognak támadni. Bizonyára ismernek egy ösvényt, amely a szikla tetejére vezet, és megpróbálnak fentről leugrálni. Valaki másszon ki fent a szellőztető nyíláson, és jelezze, ha a csúcs felől közelednének. Wilson? A katonaságnál nem történhetne szabályosabban. Wilson felkapta fegyvereit, Morton két tenyerébe állt, és ez talpánál fogva kitolta a felső nyíláson. Hogy megkönnyítsék a közlekedést, kötelet erősítettek egy szikla darabra fent. A bejárat előtt jó fedezék van, az egyik acetilén fényszorót oda kell vinni. Floss őrködjön, és ha közelednének, fordítsa egyenesen nekik a reflektort. Megtörtént. Hamarjában ettek és ittak valamit. A völgyben csend volt. Úgy látszott, most tanácskoznak a sakályok. A Wilson ellenséget jelez, hárman felmásztok és tűzzel fogadjátok őket. Közelharcba nem mentek. Ha elérnek, akkor vissza a barlangba. Két ember készenlétben hátul marad, hogy Wilsonnak segítsen, ha kell. Én lövök először. A fényszóró vakítóan hasított bele az éjszakába, és megvilágította az előre hajolva futó sakályokat. Egy, kettő, három, tűz! Szakadatlanul ropogtak a fegyverek, és sorra hullottak a közeledők. Neil és Darda célt tévesztett, mert a fényszóró vakította a benszületteket. Ennek dacára az egyik fehér, átfúrt torokkal bukott hátra. Wilson jelt adott, és a két tartalék villámgyorsan kúszott fel a szellőztető nyíláson át. A kopár sziklatetőn csend volt. Néhány árnyék közeledett a keleti lejtő irányából. A sima tetőn szabad célpontok voltak, és az első tűzre megfutamodtak. A támadók ismét visszavonultak az ösvényen. Megint tüzet gyújtottak a völgyben, üvöltöztek és táncoltak halottaikért. Ez nem jól van így. A halottak olyan torlaszt képeznek, hogy nem sokára fedezik a benszülött támadást a barlangig, mintha csak homokzsákokkal képített állásuk lenne. Igazad van, de hogy a csodába takarítsuk el a halottaikat? Lekúszom az ösvény feléig egy dinamit patronnal. A gyújtózsinort szépen gombolítsátok utánam, aztán egyszerűen felrobbantjuk halottastól mindenestől az ösvényt. Igaz, hogy ide zárjuk magunkat, de ők nem tudnak többé feljönni. Azonban mi sem mehetünk le. De ha megérkezik a katonaság, úgyis kiszabadítanak. Ha nem, akkor úgyis elvesztünk. Közben gombolította a karjára a gyújtózsinort,
átadta Majevnek, és zsebre vágott néhány patront. Nem látom be, hogy miért másznál le az ösvényen, amikor a patron elhelyezése majdnem biztos halál. Hiszen egy benszülött őrszem állott. Amíg én vagyok a vezér, addig én parancsolok. Ilyen feladathoz csak katona ért jól. Én megyek. Megparancsolom, hogyha 15 perc múlva nem térek vissza, gyújtsátok meg a zsinort, mert akkor rajtam ütöttek. Mindenki megértett? Nem szóltak. Mielőtt kilépett volna a barlangból, Lilian odalépett hozzá, és két kézzel megfogta Marshall kezét. A következő pillanatban Fred villámgyorsan, minden kiugró sziklát ügyesen felhasználva futott lefelé az ösvényen. Majev előzőleg átvette a gyutacsot, és most gombolította óvatosan, aszerint, hogy lazább lett, vagy megfeszült. Már elérte a testeket. Mozdulatlan hidegben születtek között csúszott, hason, hűvös, ragadós tócsákon át. Vér! Még mindig ment. A barlangban izgatottan figyelték a legombolyodó zsinórt. 50, 90, 110 méter. Már megállhatna. A zsinór egyre gombolyodott. 190, 200, 240. Megállt. Most néma másodpercek következtek. Aztán megszólalt messze Marshall két revolveré. És csend lett. Nagy csend. Majev öngyújtójával a zsinór mellett guggolt. Morton feltartotta az egyik karját, jelezve, hogy készülj. Egy perc hiányzott a 15-ből. Lilian félájult állapotban nézte a jeladásra emelt kezet. Rajta! Az öngyújtó kis lángocskája fellobbant, és a zsinór pattogva, szikrázva nyomban tüzet fogott. A halvány világos pont megindult lefelé. Ebben a pillanatban Marshall zuhant be a barlangba, és csak annyit kiáltott. Tűz! Aztán lihegve féltérdre bukott. Iszonyatos dördülés töltötte be a völgyet. Sziklák, fák, szétszakított benszülöttek röpültek egy lángoszlopban az ég felé. Azután kihunyt a fény, és lassan szállongó, sűrű, nehéz porfellek terjengett a táj felett. A barlangtól néhány méternyire eltűnt az ösvény, és a reflektor egy sima szakadék falára világított. Most már biztonságban voltak. A kis szellőztető nyíláson át nem kísérelhettek meg a benszülöttek sikeres támadást. De el volt zárva kifelé is az út. Se ki, se be. Néma és sötét volt a völgy. Minden elcsendesedett. Volt. Írta Rejtő Jenő. A 9. részt hallották. Narrátor Molnár Piroska. Közreműködött Tóth Eszter, Bán Bálint, Domokos László, Epres Attila, Hajmási Dávid, Hevesi László, Hunyadkürti István, Molnár Gusztáv, Pap János, Vida Péter, Zajzon Zsolt. Hangmester és zenei szerkesztő Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Vajda István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Tália Színház Nonprofit Kft. 2019-ben. Színház. Rejtő Jenő, a fehér folt. 10. befejező rész.
Mindig úgy kezdődik a verekedés, hogy a civilizációt visszaütik. Egy menekült Malhahordó vallomásából megállapították, írja a Megafon, hogy Essar Bey hordái fosztották ki a nyersanyagkutató karavánját. Az angol hatóságok erélyes, de békés szándékú ultimátuma részint felszólítja Lungaország királyát, hogy szolgáltassa ki Mr. Rabin hittérítőt, részint garanciát kér arra, hogy Essar Bey hordái Sierra Leone határán nem élvezhetnek menedékjogot a sakályok földjén. Ellenőrizhetetlen hírek szerint egy könnyű vadászgép átrepült az ország felett, és pilótája azt állította, hogy a fehérek telepe lángokban áll. E pillanatban még nem tudjuk, hány honfitársunk élete esett áldozatul a sakály király hatalmaskodásának. Az 5-én lejáró ultimátum azt hisszük, hogy végső terminusa a Lungaország határán állomásozó angol ezred türelmének, amely talán mégsem fogja tovább tétlenül nézni, hogy néhány kilométerrel odébb öldöklik polgártársainkat. A gyarmatokon érdekelt többi nagyhatalom sajtója elnémult. Igyekeztek ugyan interveniálni a fegyveres beavatkozás ellen, de végre is Afrikában villámgyorsan elharapózhat a példa, ha valahol büntetlenül ölik a fehéreket. Ez még pacifikált területen is zavargásokat idézhet elő. Különben a távol-keleti helyzet nem tört meg nagyobb ellentétet az impériumok között. Angol parlamentben interpellálták a miniszterelnököt. Van-e tudomása arról a miniszterelnök úrnak, hogy Lungaország királya szabályszerű ultimátumban szólította fel a fehéreket az elrabolt bérösszeg megfizetésére? Erre határidőt adott nekik, és a fehérek ezt közölték rádión a határőrséggel. Miért nem sietett Sir Halley a kárpótlással? Fűződnek-e Angliának különös érdekei ahhoz, hogy diplomáciai és háborús bonyodalmakba keveredjen Sir Halley nyersanyag kutatásai miatt? Az események nem adtak időt arra, hogy az ügyet részleteiben tisztázzuk. Felszólítottuk az európaiakat, hogy helyezzék magukat a határőrség védelme alá. A bonyodalom nem Sir Halley ipartelepe miatt, hanem angol állampolgárokkal szemben történt erőszakoskodásért állott elő. Semmi körülmények között sem tűrhetjük, hogy hittérítőket raboljanak el, és tisztviselőket gyilkoljanak, akár ipartelepen, akár máshol. Nem követette el gondatlanságot az angol hatóság, mikor Sierra Leone határán európaiakat bocsátott be olyan földre, amelyen nem nyújthatott védelmet neki? Nem kellett volna lezárni a határt? És nem tételezhető-e fel, hogy ezzel az iparteleppel bizonyos érdekkörök, előre sejtve a fejleményeket, provokálni akartak egy angol megszállást? Kezeskedik-e a kormány arról, hogy az óvatosság politikájának több angol állampolgár nem eshet áldozatul, és a birodalom tekintélyét nem járatjuk le a gyarmatokon? Azt hiszem, erre nézve az intézkedések, és ha kell a további lépések, mindenkire nézve meggyőzőek lesznek. Reggeltől estig folyt a csapatszállítás, beraktározás, blokkházépítés Gambában. Freetownnál az angol flotta egy teljes egysége vetett horgonyt. Birtokomban lévő ellenőrizhetetlen eredetű levél, stop. Amely benszülött útján érkezett, stop. Sérült borítékban, stop. A nyersanyagkutató telepről, stop. Határőrségnek címezve, stop. Következőket tartalmazza, stop. Értesítsék atyámat, Sir Halleyt, hogy férjemmel, Fred Marshallal a Lungaországbeli nyersanyagkutató telepen vagyok, stop. Végső veszélyben, stop. Lillian Halley, stop. Üzenetet felelősség nélkül továbbítom. Stop. Carver. Carver irodájában
váratlanul megjelent egy rémült, összetört ember. Hellé, hol lehet a leánya? Most ott állt, uralkodva magán, de karikás, fáradt szemekkel, látszólag azért nyugodtan. Kérem, ezredes úr, mutassa meg a levelet. Carver szó nélkül átnyújtotta. Jól látta, hogy a milliómos arcából minden vér eltűnik. A másik asztalnál Marshall egy jelentés gépelt. A kikötő felől újabb angol legénység érkezett. Behallatszott a dohányszagú irodába ütemes poroszkálásuk és borízű kórusuk. Ezredes úr, kérem, adjon mellém egy felfegyverzett karavánt, hogy elhozhassam a lányomat. Ez az ő kezeírása. Lungaország határát magánszemély nem lépheti át. Ezredes úr, a lányomat sürgősen el kell hozni onnan. Értse meg, a lány... Sir Halley, ön világosított fel engem, hogy a szentimentális érveknek nincs helye katonaságnál. Holnap után éjfélkor indulunk. Megteszünk mindent honfitársainkért. Addig innen egyetlen ember sem lépheti át a határt. Ezredes úr, a gyermekem van ott. Sir Halley, azon a pokoli helyen e pillanatban senki sem tartózkodik, aki nem gyermeke valakinek. E pillanatban egy altiszt lépett be. A nyersanyagkutató rádiója jelentette, hogy megtámadták a telepet. Az utolsó segélykérőjelek megszűntek. A rádiójuk nem felel. Sir Halley egy székhez vánszorgott és leült. Marshall! Igenis? A jelentést kábel útján továbbítja, és utasítást kér. Marshall ujja alatt kattogni kezdett a távíró. Halley hirtelen felugrott. Létesítsen, kérem, a telefonösszeköttetés Londonnal, az államtitkárral. Sir Halley, itt én parancsolok. Az ezred telefonját magánbeszélgetésre használni tilos. Ezredes úr, ha a lányommal valami történik, önt teszem felelőssé. Követelem, hogy azonnal kössön össze. Sir Halley, ha így folytatja, vasra veretem. Úgy szállítom Freetownba. Ezredes úr, nekem a lányom, az egyetlen lányom. Marshall segédtiszt odaállt eléje, és hidegen az arcába nézett. Nekem az egyetlen fivérem van ott. Kettő volt. Az egyiket Bobnak hívták. Újságíró volt. Meghalt. A másik ott van, ahol nem felel a rádió. Megadott határidőt be kell tartani. Rádió értesülések ellenőrizhetetlenek. Szigorúan bizalmas. Igyekezzék mindent megtenni, hogy az ultimátum lejártáig közbelépés ne váljék szükségessé. Ez érthető volt. A bevonuláshoz feltétlen indokolás kellett. Ezt nagyon jól tudta Halley is. És mikor később ismét bejött, az ezredes a történtek dacára szánalmat érzett iránta. Hajlott hátú öregember ült előtte, aki reszkető kézzel ivott egy korty vizet. Ez lett Halley. Ezredes úr, életben lehetnek. Talán elbújtak a dzsungelben. És nem lehetséges, hogy egy osztagot segítségükre küldjön. Kiküldtem kémszemlére egy vadászgépet. Talán a pilóta majd többet mondhat. Sir Halley csak ült, csak nézte a padlót. A pilóta jelentette. A benszülöttek nyilván felgyújtották a telepet. Minden kunyhó ég. Tisztán látszott, hogy lövések villannak fel. A terep olyan, hogy nem tartatják magukat. Nem értem, miért helyezték el szabadon a völgy közepére az épületeket. Halley tántorogva felemelkedett, és rekedten felelt. Mert én egy hitvány nyomorult vagyok. Kitámolygott. Marshall múmiaszerű arccal ült. Egy tiszt jött be. Az újságírók és a többi polgári személyek elhagyták Gombát. Sir Halley azonban nem hajlandó eltávozni. Tizenegy órakor a kürtös megfújta a riadót. Ötödike volt, percek alatt megelevenedett a sík terep. A helység mögötti négyszögletes térségen leszedték a repülőgépekről a ponyvát. A motorosok kipróbálták a gyújtót, pöfögés, fegyvercsörgés. Az összvéreken percek alatt helyén volt minden géppuska, rövid vezényszavak pattogtak, és a barakkokból néma csendben vonult oszlop-oszlop után, négyes sorokba fejlődve egymás mögé. Minden altiszt végig rohant a szakasza mentén, a beszélgetés moraja elült, a kürt elhallgatott, és Marshall megjelent a század irodában, köpenyben, menetkészen. Halley ott ült egy széken. Két nap alatt megőszült. Carver felvette köpenyét, parafakalapját, és járkáltak ketten Marshallal, szótlanul fel és alá. Időnként az ezredes vagy a hadnagy az órájára nézett, azután egymásra. Fél tizenkettő volt.
Megint a karórára néztek, megint egymásra. Carver türelmetlenül dobolt az asztalon. Altiszt jött be, és jelentette, hogy egy összvér lezuhant az árokba a gépfegyverrel együtt. A káplár megsérült. Carver most már maga elé tartotta a kezét, és egy pillanatra sem vette le szemét a 12-es felé közeledő nagymutatóról. Helé két kezébe temette az arcát. Már csak másodpercek hiányoztak a 60. percből. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Marshall, indulás! A hadsereg dübörögve zúdult neki az őserdőnek. Ami ezen a részén Nyugat-Afrikának ritkaság, szárasság jött. 3 napja egy csepp sem esett. Perzselően sütött a nap, a vízük elfogyott, és a barlang belsejében 60 fokra emelkedett a meleg. A völgyben még tűrhetőbb lett volna, de a kopár sziklák, mint gyűjtő lencsék koncentrálták a meleget, és sokszorozva verték vissza a barlangra. A kövek annyira áttüzesedtek, hogy éjszaka is langyosak voltak. 3 halottjukat kénytelenek voltak egyszerűen ledobálni a mélybe, ahonnan a tömegesen oszló benszülött hullák amúgy is elviselhetetlen kénhidrogénes ammóniák bűzt párologtattak fel. Az öreg Rollins és a szerencsétlen Rabinné haltak meg először, és végül a rettenthetetlen Majev szervezete is felmondta a szolgálatot ebben a szituációban. Ő is lerepült, hűlt testtel a szakadékba. A távoli hegyek felől jól látszott, hogy özönlenek százával mindenfelől a benszülöttek. Félig eszméletlen állapotban hevertek a forró barlangban. A fiatal Rollins már 24 órája félre beszélt. Marshall ott ült Lilian mellett, ölében tartotta a fejét és simogatta. Ha meghalnánk, köszönöm, hogy az apámat... Hogy nem mondtad. Mert én már akkor szerettelek. És ahogy végig simította az asszony arcát, Lilian futólag megcsókolta a kezét. A távoli doppergés egyre tartott. A völgyben üvöltöztek és táncoltak, de ez mind csak tompán szürem lett ide, a halál barlangjába, ahol néhány nyugat-afrikai pionír viaskodott az elmúlással. A hegyek egyre ontották a bemázolt, agyaggal letapasztott hajú harcosokat, akik eljöttek a nagy gyűlésre, hogy örökre kimondják minden fehérre a halált, aki ide belép. Este tábortűz mellett folytatták a gyűlést. Azután erősödő, roppant búgással közeledett valami a magasból. Az európaiak utolsó erővel a barlang szájához vonszolták magukat. Alacsonyan szállva megjelent 3 gép. A benszülöttek csodálkozva emelték fel a fejüket. 3 úszó árnyék homályosította el a csillagokat. Egy kisebb árnyék különvált, és sebesen rohant le a völgybe. Dörrenés és felcsapó lángnyelv. A gyűlésnek vége volt. Aki élve maradt, az rohant szerte mindenfelé, és ahol csoportokba verődtek, ott szép spirálisan a kis vadászgép alacsonyra siklott, és elsuhant mellettük, közéjük szórva a gépfegyverrel. A bombavetők tovább szálltak a hegyek közé, és sok gránát robbant, sok benszülött kampunk helyén csak tátongó mély üreg maradt, és elhallgattak a dobok is. A bevonuló katonaság nyomban meglátta a bánat szikláján égő, nagy, nyílt tüzet. Körülötte a karjukat és rongyaikat lengető félholt fehéreket. Azt a néhány embert, akiknek volt annyi erejük, hogy kimásszanak a szellőztető nyíláson. A legénység harsány hurrával vette tudomásul őket,
és egy utászosztag nyomban hozzáfogott a megszabadításukhoz. A sátorlapból rögtönzött kórházban helyezték el a megmentetteket, és az orvos szerint több áldozatot nem követel közülük a kaland. Morton le sem feküdt. Felhajtott egy üveg pálinkát, evett egy csajka marhahúst, és boldogan sétált a katonák között. Vidám táborozás folyt, időnként hatalmas fényszóró szaladt körül a tájon. Lilian felnyitotta a szemét. Hosszan ivott a langyos tejből, jó leső érzéssel konstatálta, hogy ágyban van, azután meglátta Marshall borostás sovány arcát, amit föléje hajol. Most már minden jó lesz. Nézd, ez itt az öcsém. Lilian nem látta az illetőt. Mély álomba zuhant. Helét még sokáig ápolták szanatóriumban. Rémlátások és sírógörcsök kínozták. Ha volt bűne, és volt sok, megfizetett mindent, a nála szokásos pontos kamatokat is beleértve. Később Marshall pontos bizonyítékokkal látta igazolva, hogy Bob halálában valóban ártatlan az apósa. Egy túlbuzgó alvezérének önálló bűne volt, és Helé nyomban elbocsátotta. Egy este Morton Marshalléknál vacsorázott Marokkóban. Tudják, a régi szép időknek vége. A lapok cikkeznek, ha az ember nem tenyérrel, hanem visszakézzel vágja szájon a benszülötteket. A tisztességes embernek nincs itt keresni valója. De most legalább már van pénzed. Nem kell dolgoznod többé. Marha vagy? Az utolsó centemet tegnap vesztettem el kártyán. Miután az a spanyol énekesnő kifosztott, hát kártyára adtam magam. És mit fog csinálni? Először arra gondoltam, hogy ajánlkozom valami úri családhoz, házi tanítónak a gyerekek mellé. De azután mégis inkább elszerződtem Celebeszre. Ott azt mondják, még mozog valami. Nem csinálnak olyan hűhót, ha az ember megdorgál egy benszülöttet, és az érzékeny fráter belehal. Ezen az estén kézbesítették Richmond ezredes táviratát. Hat havi szabadsága 4 nappal ezelőtt lejárt, stopp. Igazolatlan elmaradása komoly következményekkel járhat, stopp. Lépjen nyomban érintkezésbe ezredével, és vegye át parancsát, stopp. Richmond ezredes. Marshall körül fordult egyet a világ. Mi ez? Lilian elkapta tőle a sürgőnyt. Morton is. Végül az óriás adott elfogadható magyarázatot. Látod, te vacsa már! Azt hitted katona szökevény, vagy pedig frászt. A jó ezredes bácsi miután látta, hogy kedvenc tisztje elszökött, szépen beírta a katonai főkönyvbe, hogy 6 havi szabadságot engedélyezett, és most erre figyelmeztet. Csak ugyanígy volt. Marshall sürgönyözött találomra, hogy betegsége miatt nem jelentkezett idejében, de teljesen felgyógyult és szolgálatképes. Megkapta a választ, Fred Marshall őrnagynak címezve. Nyomban vonuljon be ezredéhez régi állomás helyére, stopp, parancsnokság. Marshall szép pályát futott be a hadseregben, és úgy tudták, hogy feleségével a legboldogabb házas életet éli. Így is volt.
fehér folt. Írta Rejtő Jenő. A 10. befejező részt hallották. Narrátor Molnár Piroska. Közreműködött Tóth Eszter, Bán Bálint, Damokos Zsolt, Epres Attila, Fridentál Zoltán, Hajmási Dávid, Molnár Gusztáv, Mózes András, Pap János, Szervét Tibor, Tamási Zoltán. Hangmester és zenei szerkesztő Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Vajda István. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Tália Színház non-profit Kft. 2019-ben.